Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ezek a nap legfontosabb hírei röviden. Meggyújtották a harmadik gyertyát. Brüsszelben járt televíziónk két munkatársa. Sorverseny a Keriben. Makóváros adventi koszorúján az örömöt szimbolizáló harmadik gyertyát Luca napján gyújtották meg. A hideg ellenére, mint minden vasárnapon, most is sokan kilátogattak a főtérre. Advent harmadik vasárnapja kiemelkedik a többi közül, hiszen az örömöt szimbolizáló gyertya az adventi időszak második felének kezdetét jelzi. A ködös hideg ellenére sokan voltak a város főterén, hogy részesüljenek a közös ünnepi várakozás élményében. A karácsonyról szóló gondolatait ezúttal az év gyógyszerésze és a Marosparti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sportegyesület elnöke mondta el. Dr. Gálné dr. Kartali Edit az örvendezés vasárnapjáról beszélt, amikor a hívők az Úr eljövetelének közelségét ünneplik. A proféta jövendőlés szerint a messiási időben, amikor maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon, megdőlik a magunk szeme. A fájdalom és a sírálom helyére öröm és újulás. De vajon a látók szeme mikor nyílik? A látók szíve mikor fogja fel, hogy mit jelent az igazi öröm? A látók mikor fogják keresni az igazi boldogságot? Mikor nyílik meg végre a szemünk? Szilágyi László a mások iránti törődés fontosságára hívta fel az ünneplők figyelmét. Eljött a világ világossága, és a sötétségből szabadulás hozott a mindnyájunkra. Ezen a vasárnapon már előre lehet örülni a karácsony eljövetelének. A gyertyagyújtás után ne csak azon gondolkodjunk el, mi okoz nekünk örömet, milyen ajándékokat várunk, minek örülnénk karácsonykor, hanem azon is, mit tehetünk mások öröméért. Az adventi koszorút ez alkalommal Biró István görögkatolikus parókus áldotta meg. A Makói Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképzőiskola növendékei hangszeres darabokkal kedveskedtek. Az Iris Tánc Klub Makó Sportegyesület táncosai karácsonyi világsikerekre készített koreográfiájukat adták elő, a produkciók ismét nagy sikert arattak. Ma a harmadik gyertyagyújtással mindig, már évek hosszú során kívül, és nagyon kíváncsiak vagyunk a műsorra is, mert eddig még, amit láttunk, csodálatos volt, és erre is nagyon kíváncsiak vagyunk, és mindig egy kicsit úgy olyan szívmelenget, nagyon családi és nagyon szép műsor. Hát nekünk minden tetszett, hogy szokták mondani, részrehajló is vagyunk, mert kis unokám föllépett kétszer is, már úgyhogy tetszenek a gyerekek is, hogy énekelnek, de általában minden tetszett. A tegnapi örömvasárnapon Luca napot is ünnepeltünk, melyhez rengeteg népszokás és hiedelem kapcsolódik. A kreatív sarokban a gyerekek felnőtt segítséggel Luca széket készíthettek. Adománygyűjtésbe kezdett a Fidesz helyi szervezete. A politikai szervezet minden nap más élelmiszer áruháznál várja a felajánlásokat a rászoruló nagycsaládosok részére. Karácsony közeletével mindenében adományokat gyűjt a Fidesz helyi szervezete, így van ez idén is, ám még tavaly a pápai gyermekotthon lakóinak gyűjtöttek élelmiszert, addig idén másokat választottak kedvezményezetnek. Az idejében úgy gondoltuk, hogy a hátrányos helyzetű nagycsaládosokon szeretnénk segíteni, és nekik gyűjtünk tartós élelmiszert. Mai nappal kezdtük el, és egészen december 21-ig fogjuk gyűjteni. Úgy gondoljuk, hogy ha tudunk segíteni rajtuk, akkor miért ne tennénk meg. Nagyon jó a fogadtatása, és nagyon sok élelmiszer gyűlt össze, már szinte egy fél óra, egy óra alatt egy egész nagy bevásárlókocsi összegyűlt tartós élelmiszerrel. Ezt folytatni fogjuk egészen, mint mondottam, december 21-ig. A Fidesz pénteken kezdte meg az adományok gyűjtését az egyik makói áruház előtt. Ott jártunkkor nem csak a helyiek vásároltak be a rászorulóknak, egy békés csabai férfi 2 kiló lisztet tett a kocsiba. Szeretek így adakozni. Gyerekeknek is, meg mikor kinek. Mennyire jellemző önre, hogy karácsonykor adományoz? Hát általában megyek ki az unokámhoz Szerbiába is, mindig szoktam, vagy nyáron is. A Fidesz minden nap a legnagyobb élelmiszeráruházak előtt gyűjt. Azok, akik nem tudják a boltokhoz elvinni az adományaikat, kedden, szerdán és csütörtökön a párt Szegedi utcai irodájában tehetik azt meg december 21-éig. Ezt követően osztják szét az adományokat a hátrányos helyzetű családok között. Brüsszelben az Európai Bizottságnál tett látogatást televíziónk két munkatársa. A kétnapos kurzuson az Európai Unió és a bizottság munkájába tekinthettek be a magyar újságírók.
Az Európai Bizottság kommunikációs főigazgatósága minden évben kétnapos továbbképzést szervez magyar újságírók számára, hogy azok minél hitelesebben adják tovább információikat a bizottságról. Múlt héten 14 újságíró utazhatott ki a belga fővárosba, köztük televíziónk két szerkesztő riporter kollégája. A csoportot egy magyar származású kommunikációs munkatárs fogadta, akinek nagy örömére szolgált, hogy honfitársaival találkozhatott. Az az érzésünk, hogy sokan nem ismerik, nem tudják, hogy mit csinál az Európai Bizottság. Ilyen, azt gondoljuk, hogy ha együtt van ilyen interakción, akkor jobban az emberek megértik, hogy mit csinálunk, és akkor lássák, hogy akik itt dolgoznak, azok emberek, élő emberek is, nem csak azt mondják, hogy igen, Brüsszel ezt csinálja, meg azt csinálja. És azt hiszem, hogy információt is kapnak a csapatok. A magyar újságírók két napon keresztül hallgattak előadásokat magyarul és angolul. Szó volt a tavaly megalakult Juncker bizottság munkájáról és felépítéséről, továbbá a hazánkat is érintő támogatási rendszerekről, vidékfejlesztésről és az egész világot foglalkoztató migrációról. Az első nap az előadások között beülhetünk arra a sajtótájékoztatóra, amelyet minden szerdán tart az Európai Bizottság a heti, illetve aznapi eseményekből. Ezen rengeteg újságíró vett részt, körbe tolmácsok voltak, ugye fordították, hogy mindenki értse, lehetett kérdezni. Ez szerintem nagyon izgalmas volt, ilyen még szerintem nagyon kevesen vettünk részt. A programok csütörtökön folytatódtak. Ekkor az EU regionális politikája és az Energiaunió került a fókuszba, de a nap legjobban várt előadó sokak számára a legemlékezetesebb programként maradt meg. Számomra az volt a legnagyobb élmény az Európai Bizottságnál tett látogatásunk alkalmából, hogy találkozhatunk Navracsics Tiborral, a magyar biztossal, akivel még interjút is készítettünk, és a saját magunk kérdéseit is feltehettük neki, és készséggel válaszolt ezekre a kérdésekre. Szóval többek között az ifjúság politikáról és a támogatásokról, valamint arról, hogy hogyan kellene a magyar oktatási helyzetet rendbe tenni. Erre elmondta ő is a véleményét, illetve hát mi újságírók is kifejthetjük a magunk álláspontját. Bár a program rendkívül szoros volt, kollégáinknak jutott idejük arra, hogy megtekintsék Brüsszel nevezetességeit. Stábunk a kétnapos úton folyamatosan forgatott, az egyes témákban készített anyagainkat heti híradónkban láthatják majd. A Zsivodan Hungary Kft. Támogatásával fejlesztik a gyerekeket a makói óvoda Erdélyi Püspök utcai épületében. A makói cég 150 ezer forintot ajánlott fel az óvodának, amelyből a gyermekek fejlődését segítő eszközöket vásároltak. Péntek délután nyújtotta át támogatását a Zsivodan Hungary Kft. A makói óvoda Erdélyi Püspök utcai tagintézményének. A vállalat 150 ezer forinttal járult hozzá a gyermekek oktatásához és fejlődéséhez. Az ízesítő anyag gyártó cégnek nem ez az első pénzbeli támogatása. Jelen van szponzorként a makói sportéletben és más kulturális rendezvényeken is. Fontosnak tartjuk a társadalmi szerepvállalásunkat is, nem csak a gazdasági szerepvállalást Makó város életében. És úgy gondolom, hogy egy nagyon nemes kezdeményezés az, amihez csatlakoztunk azzal, hogy reagáltunk támogatásunkkal, segítjük ezt az óvodafejlesztő kezdeményezést. Olyan magyar fejlesztő eszköz vásárolt az óvoda, amely tornaterem hiány a csoportszobák átrendezésével is alkalmat nyújt arra, hogy a mozgás és a sport a mindennapok meghatározó élményévé váljon. A játék olyan elemeket tartalmaz, mely segíti a gyermekek mozgási, számolási és kognitív funkcióit. A bemutatóban is látható eszközt egy magyar pedagógus, egy testnevelés tanár fejlesztette ki, Magyar Gábor. Hosszú évek óta ismerjük már ezt az eszközt, és annyira szeretik a gyerekek, és annyira jól alkalmazható az óvoda mindennapjaiban, hogy most vásároltunk a Zsivodan Hungary Kft.-nek köszönhetően még egy ilyen komplett eszközrendszert. Ennek köszönhetően most már minden gyerekünk tudja használni. A kicsik ezzel az eszközzel úgy fejlődhetnek, hogy ők ezt észre sem veszik, játva tanulnak. Ezért tartja fontosnak a cég, hogy óvodásokat támogasson. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy a felnövekvő új nemzedék az jól érezze magát, jól legyen oktatva, jól legyen nevelve, mert hiszen a mostani kis lúrkókból lesznek aztán később azok a felnőttek, akik a társadalomban is, a helyi életben, illetve a munkahelyeken tevékenykednek és dolgoznak majd később.
A makói óvodások a pedagógusok segítségével örömmel vették birtokba új készségfejlesztő játékaikat. Sorversenyt rendeztek szerdán a Hódmezővásárhelyi Szakképző Centrum Návai Lajos Szakképzőiskola és Kollégium tornatermében. A Makó és környéki általános iskolák diákjai 8 csapattal mérettették meg mozgáskoordinációs képességeiket. 5. éve szerveznek sorversenyt a Keriben a téli szünet megkezdése előtti időszakban. Az esemény legfőbb célja az egészséges életmódra és a rendszeres testmozgásra való nevelés. A korábbi évekhez hasonlóan idén is sok iskola fogadta el a szervezők meghívását. Nagyon szeretnek jönni, nem csak ilyen egy rendezvényünk van, több sportrendezvényt is tartunk, így focitornákat is, és azt vesszük észre, hogy nagyon szeretik, jó hangulatban zajlanak ezek a sport találkozók, sportvetélkedők, és évről évre egyre több diák vesz részt rajta. A verseny előkészületi munkálatait a testnevelő tanárok végezték, a lebonyolításba viszont az iskola diákjai is bekapcsolódtak. Sokszor csak hajszálon múlik a befutáson, hogy ki az első, ki a második, és nagyon nézni kell azt, hogy nehogy probléma legyen, illetve, hogy a helyes végrehajtást, a versenyszabályokat betartják-e a tanulók, mert ott is lehet előnyre szert tenni, illetve hátrányra. A résztvevőknek különböző játékos, ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk a csapattársaikkal közösen. Labdát vezetünk kézzel, lábbal, futunk. Tesi órán szoktatok-e ilyen hasonló feladatokat csinálni? Hát, szoktunk, igen. Ezen kívül mit szoktatok még csinálni? Szoktunk focizni, kosarazni, kézilabdázni. Az iskolában mondták, hogy 7.-8. osztályosoknak hirdetnek egy ilyen versenyt, és hogy mérjük össze tudásunkat, hogy mi hol tartunk a felkészülésbe, hogy hol állunk. Szoktatok ilyen versenyekre járni? Hát én nem sokat, Réka sokat szokott ilyenre járni, én nem annyira sokat. A sorverseny szoros eredménnyel zárult, a 8 csapat közül az első helyezett a Signum csapata lett. A második a Makói Katolikus Általános Iskola és a Kálvin téri Református Általános Iskola holt versenyben. A dobogó 3. fokára a Földáki Návai Lajos Általános Iskola és a Makói Általános Iskola Bartók Székhely intézményének csapata állhatott fel. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Meggyújtották a 3. gyertyát. Brüsszelben járt televíziónk 2 munkatársa. Sorverseny a Keriben. Most pedig lássuk, milyen időjárás várható holnap. Kedden is többnyire felhős, helyenként párás, ködös idő várható, csak kevés helyen süthet ki a nap. A szél gyenge marad, hajnalban több helyen fagyhat, reggel -2, délután 4 fok várható. Kedves nézőink, Önök a Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látták. Kérem, ne feledjék el, hogy híradós anyagainkat ismét megtekinthetik a Makói VTV YouTube csatornán, valamint a www.makotv.hu weboldalon. A híradó után a következő műsorokkal várjuk nézőinket. 18 óra 15 perces kezdettel az ünnepekre való ráhangolódásként a 3. adventi gyertyagyújtást láthatják. 18 óra 30 perctől évértékelő beszélgetés következik Farkas Éva Erzsébettel, Makó polgármesterével. 19 órától Mészáros János Elek makói koncertjét tekinthetik meg felvételről. Végül 19 óra 15 perctől a kihaló mesterségek nyomában a kádár szakmával ismerkedhetnek meg. Kedves nézőink, ennyi fért hétfő esti híradónkba, legközelebb holnap este jelentkezünk friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én mára megköszönöm figyelmüket, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!